Üzleti tervek, támogatások és éves beszámolók is a testület elé kerültek. Fokozottan figyeljünk egymásra az utakon. Futás, fenntarthatóság és falfestés. Ózdi Krónika. A stúdióban Tóth Alexandra. A város aktuális hírei következnek az Ózdi Városi Televízióban, YouTube csatornánkon és Facebook oldalunkon. Jó estét kívánok! Üzleti tervekről, támogatásokról és éves beszámolókról is tárgyalt Ózdváros önkormányzatának képviselőtestülete. A grémium ezeken túl tanácskozott a városi rendezvényekre előirányzott keretről. Módosul a Valánbusz ZRT által ellátott helyi közlekedés néhány járata is. Ez utóbbit a lakosság igényeihez igazították. A Városháza tanácstermében gyűlt össze Ózdváros önkormányzatának képviselőtestülete. Az ülést egy önkormányzati rendelet módosításával kezdték, majd a Volánbusz ZRT-vel megkötött szerződést módosították. Az autóbusz közlekedést ellátó céggel 2028. december 31-ig kötött szerződést a város. A menetrendet folyamatosan a lakossági kérések szerint alakítják, így történt ez most is, az újabb lakossági módosító javaslatokat fogadták el. Ezt követően az Ózdinvest Kft., az Ómék Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft., az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft., valamint az Ózdi Sport és Élményközpont Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti terve került előtérbe. Utóbbinál Kellóné Mezőtúri Márta, az Oktatási Kulturális és Sportbizottság elnöke is felszólalt. A stadion felújítását tűzte ki célul. A sportért felelős államtitkárságnak már 4 levelet küldött ebben az ügyben. Szeretné, ha a Zöld Sziget pályázat megvalósítása előtt kapnának erre támogatást, hogy egyszerre a két projekt egymás akadályoztatása nélkül elkészülhessen. Jelen pillanatban sem kaptam rá semmilyen választ. Hát nagyon remélem, hogy a sportért felelős államtitkárság ezt méltányolni fogja. Tervezem még egy kicsit sürgető levelet írni, hogy nem kaptam erre választ, és a városnak fontos lenne, hiszen nagyon jó lenne előtte megcsinálni az üléseket és mindenféle betontörmeléket, stb. Elhordani, és utána megvalósulhatna a Zöldsziget. Két alapító okirat módosítása után az egyházak, civil és sportszervezetek támogatása került előtérbe. A civil szervezetek számára 6 millió forintot, a sportszervezeteknek 30 milliót, az egyházaknak pedig temetőgondozásra 1,5 millió forintot különítettek el a költségvetésben. Az idei évben is elektronikus módon kellett benyújtani a támogatási kérelmet a keret terhére. A felosztásnál dr. Csúszda Gábor több módosítási javaslattal is élt. A civil keretnél azt irányozta elő, ne maradjon tartalék, hanem a teljes összeget osszák szét a pályázók között. A napirendi pont körül heves vita alakult ki, a módosításokat végül nem fogadták el a tagok. 33. sor. Nem. Szintén vita alakult ki a város rehabilitációs feladatokra elkülönített összeg szétosztása körül. Kis Sándor, a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke ismertette a bizottság álláspontját a témában. 35 millió forintot a 10 egyéni választó körzetben is szét lehetett volna osztani, de akkor nem megfelelő mennyiségű összeg jutott volna egy-egy körzetre, hanem csak szét lett volna aprózva. Azt a javaslatot fogadta el a bizottság, hogy szám szerint a első 5 körzetben történik először a beruházás, majd a költségvetés módosításánál újabb keretet fogunk megnyitni, ahol a következő 5 területet fogja megkapni a beruházást a pénzt. Számos területi képviselő is felszólalt a napirendi ponttal kapcsolatban. Többen úgy fogalmaztak, hogy felháborítja őket, hogy nem mindenki kap a pénzből, hanem csak az első 5 választókerület. Szeretném megkérdezni polgármester úrtól, hogy ugye van önnek egy olyan lehetősége, hogy kihangsúlyozom, alkalmanként 15 millió forinttal tudja módosítani a költségvetést. És ha ez sikerült tavaly a Hétvölgy Fesztivál érdekében, közel 30 millió forintot ugye át tudott így csoportosítani, hogy egy rendezvényt meg lehessen szervezni a városban, akkor tisztelettel kérdezem,
hogy ezt most ezelőtt, az előterjesztés előtt miért nem tudta megtenni, annak érdekében, hogy egyszerre mind a 10 körzetben fejlesztések valósulhassanak meg. Janicsak Dávid polgármester válaszában kiemelte, hogy tavaly nem volt erre előirányzott keret, és gyors döntést kellett hozni. Most viszont van idejük közösen megtárgyalni a költségvetés módosítását. Az első keretből kimaradt képviselők több problémát is felvetettek saját körzetükben. Folyamatosan úgy kezeljük ezt az előterjesztést, holott az tartalmazza, hogy lesz folytatás, mint hogyha itt megállna a világ ennél a jelenlegi felosztásnál, mikor az előterjesztés világosan tartalmazza, hogy lesz második kör, ezt már ezerszer megbeszéltük, most ez szerint a metódus szerint megy. Tavaly másképp ment, jövőre lehet, hogy megint másképp fog menni. Az a lényeg, hogy a városnak az egészét kezeljük folyamatosan. Nincs olyan, hogy ne a város egészét kezeljük. Egy költségvetési év január 1-től december 31-ig tart, ezen időn belül kell gazdálkodnunk a költségvetéssel, és ezzel tudunk számolni. Kiemelte, hogy inkább azoknak kell örülni, hogy milyen feladatok valósulhattak meg ebből a 35 millió forintból. Ezt követően tárgyaltak továbbá alapítványok támogatásáról és a vagyonelemek kezelés beadásáról. Az ülés végéhez közeledve az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat, az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány, az Ózd Városi Rendészet és a Baptista Tevékeny Szeretett Misszió Ózdi Új Esély Központjának 2023-ban végzett munkájáról szóló beszámolók kerültek a tagok elé. Végül az Ószegyi tavaly a lakosság részére nyújtott szociális és egészségügyi alapellátásáról szóló tájékoztatót is megtárgyalták. A tagok mindennapi rendi pontot elfogadtak. A kerékpárosok fokozott figyelmet igényelnek a közúti közlekedésben. A két keréken halandók jelentősen ki vannak téve a sérüléseknek egy esetleges balesetbe következtekor. Bár a bringára nem szükséges jogosítvány, de a KRESZ szabályokat mindenkinek kötelezően be kell tartania. A bicikliseknek fel kell venniük a forgalom ritmusát, az autósoknak pedig megfelelő oldaltávolságot tartva szükséges megelőzni az úton közlekedő kerékpárosokat. A kellemes napsütéses időjárás hatására egyre több kerékpáros jelenik meg az utakon, nem csak sport és szabadidős tevékenységként, hanem közlekedési formaként is rendkívül népszerű. A bicikli azonban nem éppen veszélytelen, ha közúton tekerünk vele. Az első és legfontosabb, hogy maga a kerékpár megfelelő legyen a használatra. Nem megfelelő látási viszonyok esetén, illetve sötétedés után kötelező a lámpa megléte, hogy az autósok időben észlelhessék a két keréken közlekedőt, és a szabályoknak megfelelően kerülhessék ki a lassabban haladó járművet. Fokozott óvatossággal, körültekintéssel kell megközelíteni ezeket a járműveket, kifejezetten ügyelve arra, hogy amikor előzés céljából elhaladunk mellette, akkor megfelelő oldaltávolságot tartsunk. Legalább másfél méter oldaltávolság alkalmazása az, amely ilyenkor biztonságosnak mondható. Az előzés után úgy kell visszatérni a kerékpáros elé, hogy őt ne zavarjuk, ne akadályozzuk. Rajhóczki Pétertől azt is megtudtuk, hogy ha rendelkezésre áll kiépített kerékpárút, vagy a közúton felfestett jel, a bicikliseknek ezeket használva kell haladni. Ha azonban nem a kijelölt kerékpárutat vesszük igénybe, miközben volna rá lehetőségünk, azzal szabálysértést követünk el. Annak ellenére, hogy a bringások nagy része betartja a szabályokat, rendkívül figyelniük kell, ha ilyen járművel vesznek részt a forgalomban. A bicikli úton majdnem elütették a biciklist, nem ugrik a bicikliről, akkor elütik a piac úton. Elég szomorú. Itt amúgy a bicikliseket nem veszik semmibe az autósok. Bár jogosítvány nem kell annak, aki ezt az alternatív közlekedést választja, nem árt, ha tisztában van a szabályokkal. Az autósok tapasztalata azt mutatja, hogy a kerékpárosok egy része nincs tisztában a KRESZ előírásaival. Helyek közel. Tehát annyira nincsenek tisztában a körforgókkal, meg a táblákkal, meg ilyesmi. Tehát szerintem még erre oda kéne figyelniük. Én is biciklizek. Szerintem negatív élményeim vannak. Bármere is indulunk el két keréken, lényeges, hogy körültekintően, a minket körülvevő forgalmat figyelve és a kreszt betartva közlekedjünk. Az autósok pedig kellő figyelemmel közelítsék és előzzék meg a lassabban haladókat az utakon. Sebességellenőrzési kampányhoz kapcsolódik a magyar rendőrség. Az egész Európát érintő Speed Maratont április 19-én és 20-án tartják, amelynek során valamennyi sebességmérő eszközt bevetve próbálják visszaszorítani a gyorshajtást.
A korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az akció napján az ellenőrzött járművezetők 95%-a az előírásoknak megfelelően választotta meg a sebességét. Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan az ellenőrzési helyek kijelölése során a lakosság véleményét is szeretné a rendőrség figyelembe venni, ezért idén is várják a javaslatokat arra vonatkozóan, hogy hol legyenek sebességellenőrzési pontok. A javaslatokat április 8-án 12 óráig lehet elküldeni az erre a célra létrehozott e-mail címre, mely a képernyő alján olvasható. Elveszett gombászóra találtak rá rendőrség munkatársai a napokban. Az egyenruhásokat hét közepén riasztották az eltűnéssel kapcsolatban. A 78 éves férfi Borsodnádasdon reggel 9-kor indult az erdőbe, és mikor még délután 5-kor sem ért haza, családja értesítette a helyi körzeti megbízottakat. Elkezdődött a kutatás. Mivel a rendőrök jó helyismerettel rendelkeznek, a környéken meg is találták az idős férfit, igaz, kicsit messzebb a kiindulási helytől. Járdánháza határában az erdő szélén volt. Arról számolt be, hogy eltévedt, rosszul lett és összeesett. Az Ózdi Rendőrkapitányság hivatalvezetőjének elmondása szerint idén még ez az első olyan eset, amelyről tudomásuk van. De a korábbi években többször is előfordult hasonló. Volt olyan gombázó is, akire 3 nap után bukkantak rá. Ezért nagyon fontos, hogy néhány biztonsági intézkedést betartsunk, mielőtt útnak indulunk. A szerencsének köszönhető volt, hogy a férfi életben maradt. Itt mindenképpen felhívjuk a lakosság figyelmét. A gombaszezon beköszöntéve itt a jó időben már egyre többen járunk az erdőbe. Minden esetben szóljunk hozzátartozóinknak, hogy melyik részre megyünk. Mobiltelefont mindenképpen vigyünk magunkkal, illetve nagyon fontos, hogy ne egyedül menjünk el az erdőbe. Betegirányító rendszert építenek ki az újvárostéri háziorvosi rendelőben. A fejlesztést saját forrásból valósítják meg. Erről is beszél dr. Vámos Henrietta, vármegyei kollegiális szakmai vezető háziorvos, Televíziónk Háttér című műsorában hétfőn. A beruházás sokrétű, amelynek egyik eleme a váróterembe kihelyezett terminál lesz, ahol sorszámot húzhatnak majd a páciensek. A szakember úgy gondolja, hogy így több időt tud majd a megelőzésre és az egészségfejlesztésre fordítani. Azt szeretné, ha életmódorvosként tevékenykedhetne a betegek érdekében. A befektetés célja a várakozási idő csökkentése és a hatékonyság növelése. Ez egy teljesen új fejlesztés, van már ilyen az országban, ami működik, egy másik cég, viszont itt engem megkeresett egy cég, akik most fejlesztjük ki, tehát ez egy pilot, egy modell, amit elkezdünk most kiépíteni. A gyakorlati részről ez azt jelenti, hogy most először az elektromos hálózat kiépítése kezdődött meg, és folytatódni fog ezeknek a betegirányító termináloknak a kihelyezése és az egyéb hozzá kapcsolódó informatikai fejlesztés, és én ettől azt várom, hogy a beteg elégedettség növekedjen. Magabiztos győzelmet arattak az Ózdi Teknőcök az Önválaszt Mi Segítünk pályázaton. Programjuk nagy népszerűségnek örvend a helyiek körében, sokan járnak le a stadionba róni a köröket. A szavazatokért folyó versenyben az Ózdi Apácai Csere János Általános Iskola lett a második, harmadik helyen pedig a nagybarcai Kecskési Tollas Tibor emlékére alapítvány zárt. Az Önválaszt Mi Segítünk pályázat őszi fordulója lezárult. A térségben 3 projektre szavazhattak a vásárlók. A képzeletbeli dobogó 3. fokára a nagybarcai Kecskési Tollas Tibor emlékére alapítvány képviselője állhatott. 100 000 forintos nyereményüket falfestésre fordítják. Közel 4 000 szavazattal a második helyen az Ózdi Apácai Csere János Általános Iskola végzett. A környezettudatosságra való nevelésre fókuszálnak. Minden évben megrendezik a fenntarthatósági témahetüket. Idén 200 000 forintot költhetnek rendezvényük színvonalasabb átételére. A fenntarthatósági témahét nálunk egybe olvad az apácai tavaszi napokkal, ami ugye az iskolanapokat jelenti, és ezen napok kapcsán kerülnek feldolgozásra a különböző témakörök. Nagy örömünkre szolgált, hogy immáron 4. alkalommal egymás után bekerültünk a Tesco Öndönt Mi Segítünk, vagy Mi Választunk projektjébe. Megpróbálunk mindig olyan témákat felkarolni, ami szorosan kapcsolódik az aktuális időszakhoz. Így most nagyon jól jött, hogy az apácai napok keretében a fenntarthatósági témahét kerül ismét előtérbe.
Több mint 6900 voksal az Ózdi Technőc Diák és Szabadidősport Egyesület elsöprő győzelmet aratott. A klub idén ünnepli 30 éves születésnapját, amelyet természetesen futással ünnepelnek. A 30-as futás a Teknőccel elnevezésű rendezvényük március 7-én az Ózdi futónapokkal indult, és egészen szeptember végéig tart. Addig pedig minden csütörtökön várják a sportolni vágyókat a stadionba. Az Ózdi Teknőc Diák és Szabadidősport Egyesület idén lett 30 éves. Ennek apropóján úgy gondoltunk, hogy a meglévő programjaink mellé szeretnénk valami különlegeset kitalálni, és arra jutottunk, hogy egy 30 alkalmas körös futás itt a stadionban az megfelelő alkalom lehet az ünneplésre. Szeretik az emberek a rendezvényt, ez az 5. alkalom már, 40 és 50 közötti résztvevőszámmal zajlik az esemény. 400 ezer forinttal gazdagodtak, amelyből többek között különböző ajándékokkal kedveskednek a sportprogram résztvevőinek. Céljuk a rendszerességre ösztönzés és a futás népszerűsítése a városban. Híradónk végén nézzük újra a legfontosabbakat még egyszer, röviden. Üzleti tervekről, támogatásokról és éves beszámolókról is tárgyalt Ózdváros önkormányzatának képviselőtestülete. A Volánbusz ZRT által ellátott helyi közlekedés néhány járata is módosul. A biciklisek fokozott figyelmet igényelnek a közúti közlekedésben, a KRESZ szabályokat azonban mindenkinek kötelezően be kell tartania. Elveszett gombázót találtak meg a rendőrök a napokban. A 78 éves férfi eltévedt és összeesett. Járdánháza határában az erdő szélén bukkantak rá a rendőrök. Magabiztos győzelmet arattak az Ózdi Teknőcök az Önválaszt Mi Segítünk pályázaton. Programjuk nagy népszerűségnek örvend a helyiek körében. Végül néhány szóban a várható időjárásról. Szombaton a Dunántúlon ígérkezik a legtöbb napsütés. Máshol vastagabb fátyol, illetve gomoly felhők lesznek. Az északkeleti részeken záporok is kialakulhatnak. A nyugati a szél helyenként élénk, néhol erős lesz. Délután sokfelé koranyárias idő valószínű. A hőmérséklet hajnalban 6 fok körül alakul, napközben 22 fokra számíthatunk. Ma is több helyszínre látogattunk el kameráinkkal, hogy elhozzuk Önöknek a legfontosabb és legfrissebb híreket. A mai krónikát az esti műsor után és a szokott időpontokban is újra nézhetik. Híradónkat követően a Szomszédvár című turisztikai magazint ajánlom figyelmükbe, amely a helyi televíziók összefogásával jött létre. Szombaton és vasárnap a 168 órával jövünk. Friss hírekkel legközelebb hétfőn jelentkezünk. Legyen szép estéjük és hétvégéjük, viszontlátásra!